napot kívánok! A szíriai hadsereg hétfőre virradóra visszafoglalta Damaszkusz keleti elővárosait a felkelőkkel vívott kétnapos harcok után. A BBC tudósítása szerint a nehéz fegyverzetet is bevetették, és tankokkal támadták a fővárostól keletre és északra fekvő területeket. A beszámolók szerint a lázadás kezdete óta eltelt 10 hónap leghevesebb harcaiban legalább 2000 katona és 50 tank vett részt vasárnap. Kitört a háború, holttestek borítják az utcát, nyilatkozta egy szemtanú Kfar Batnából. De nem csak Damaszkuszba, hanem a főváros központjától 10 kilométerre Al-Ghutába, illetve Zamalkába is tankok vonultak be. A harcok azt követően robbantak ki, hogy az Arab Liga szombaton felfüggesztette megfigyelői misszióját. A francia elnök szerint Európa pénzügyi helyzete stabilizálódott, és mostantól a gazdasági válságból való kilábalásra kell koncentrálni. Nicolas Sarkozy erről vasárnap este beszélt egy elsősorban gazdasági témákról szóló egyórás tévéinterjúban. Az uniós állam és kormány fő brüsszeli informális csúcs találkozójukon ma véglegesíthetik a fiskális paktum szövegét, aminek végleges változata körülbelül egy hónapos előkészítő munka után készült el. A paktumban kimondanák, hogy a tagállamok államháztartásának egyensúlyban kell lennie, vagy többlettel kell rendelkeznie, hogy tartani kell a GDP arányos 60%-os államháztartási hiányt, illetve ellenkező esetben automatikus korrekciós mechanizmusokat kell elindítani, és hogy ezt az előírást a nemzeti alkotmányokba is át kell ültetni. Magyarország először nemet mondott a paktumra, majd ezt egy óvatos talán követte, míg néhány napja Orbán Viktor azt mondta, csatlakozunk a megállapodáshoz. Államosítással fenyegette meg Venezuela magánbankjait Hugo Chávez elnök arra az esetre, ha nem finanszírozzák kellő mértékben a hazai mezőgazdasági kistermelőket. A venezuelai törvények értelmében a magánbankoknak is részt kell vállalniuk a kormányprogramok és projektek részletes finanszírozásában. Chávez elnök 1999-es hatalomra jutása óta számos szektorban, köztük az olaj- és aranybányászatban hajtott végre államosításokat. Jelenleg is csaknem 200 per van folyamatban az elrendelt államosításokkal összefüggésben. Legalább 10 halottja van egy vasárnapi floridai tömegbalesetnek, amelyet az okozott, hogy a köd és az út mellett égő erdő füstje teljesen elvakította az egymásba rohanó gépkocsik és teherautók sofőrjeit. A Gainesville közelében történt tömeges karambolban összetört járművek darabjai csaknem 2 kilométer hosszan szóródtak szét az úton. A balesetben tucatnyi személygépkocsi és 6 pótkocsis teherautó rohant egymásba, és közülük több is kigyulladt. Az utat több órára lezárták a forgalom elől. 18 sérültet szállítottak kórházba. A tűz, amiről egyelőre még nem tudják, hogy szándékos gyújtogatás okozta-e, még az aszfaltot is megolvasztotta. Vasgolyókkal harcolnak a vonatok tetején potyázó utasok ellen Indonéziában. A drasztikusnak tűnő módszert azért kellett bevezetni, mert nagyon sokan estek le a vasútról, és haltak meg utazás közben. Ellenzői szerint azonban a módszer alapvető emberi okokba ütközik. Így szemléltették az indonéz utasokkal, hogy mostantól már nem lehet a vonat tetején utazni. Még egyszer mutatjuk a tetőn blitzelő próbababa szörnyű sorsát. A vasgolyó függöny könnyűszerrel söpri le a vonat tetejéről. A jövőben így jár mindenki, aki a vagon tetején akar utazni. A drasztikusnak tűnő megoldása azért volt szükség, mert tavaly összesen 11-en haltak meg a tetőn úgynevezett vonatogló utasok közül. Sokan azért választották az alternatív közlekedést, mert a szerelvények gyakran túlzsúfoltak, vagy éppenséggel így akarták megúszni, hogy fizetni kelljen az utazásért. A vasgolyók telepítésétől azt reméljük, hogy akik fel szeretnének mászni a vonat tetejére, mostantól kétszer is meggondolják. A szerelvény egyébként addig nem indul el, amíg utasok vannak a tetőn. Ha mégis sikerül minket kijátszani a potya utasoknak, akkor a vasgolyókkal szembesülnek majd, figyelmeztet a vasúttársaság biztonsági igazgatója. A cég korábban számos módszert kipróbált már. A festékpermet és vashúzal azonban nem segített, ahogy azok a dalok se, amelyek a biztonságos közlekedésről szóltak. A vasgolyó függöny ellenzői szerint a módszerrel a vasúttársaság megsérti az emberi jogokat. A közlekedési vállalat azonban úgy véli, aki nem utazik a tetőn, azt a vasgolyók se ütik le. Az utasok szerint mindkét fél hibás a kialakult helyzetért. Kevesebben utaznának a tetőn, ha normális szolgáltatást kapnának, és nem kellene attól tartani, hogy elkésnek a munkahelyükről, mert nem férnek fel a járműre, véli ez az utas. Az új módszer azért is veszélyes, mert nem mindenki tudja, hová helyezték a vasgolyókat. Az indonéz vasútvonalak igen elmaradottak, 60 évvel ezelőtt még a holland gyarmatosítók fektették le, karbantartásukat azóta elhanyagolták.
Több mint 70 macskát vettek ki egy lakókocsiból, amely egy washingtoni regionális egészségügyi központnál parkolt. A rendőrség szerint egy férfi 5 héten keresztül lakott együtt a több tucat cicával. Azért vett távol macskástól a parkolóban, mert így tudott a legközelebb lenni barátnőjéhez, akit a kórházban ápoltak. A rendőrség azt még nem döntötte el, hogy állatkínzás miatt eljárást indít-e a férfi ellen. A hatóságok remélik, hogy a cicák teljesen egészségesek, és azon dolgoznak, hogy mi hamarabb gazdát találjanak mindegyiknek. Világhíradót legközelebb 18:30-kor láthatnak Tóth Gézával. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!